saját magunkat hoztuk nehéz helyzetbe. Attól függetlenül egy nagyon jó MTK-tól kaptunk ki, egy nagyon jó focit játszik az MTK, én azt gondolom ezt tudtuk hatástalanítani, és sokkal mérgesebb vagyok most azért, mert két nagyon-nagyon nagy egyéni hibából 5 gólt szerez az MTK, és ez nagyon bosszantó. De hát tanulunk belőle, és ebből remélhetőleg a tanulságot levonják a srácok is, hogy egy jó csapat ellen ezeket a hibákat nagyon megbosszulja az ellenfél. Nagyon jó csapatot találkoztunk. Az van meg csak így bennem, hogy kaptunk egy óriási gólt, de én szerintem, hogyha ez valahogy elkerüljük, akkor könnyebb lett a mérkőzés. Itt a végén beszorítottak minket, itt voltak meg pillanatok, de én szerintem jól játszottunk és megérdemelten nyertünk. Életed gólja? Hát azt gondolom, hogy igen. Szerencsére sikerült jól eltalálni a labdát, úgyhogy szép gólt tudtam szerezni, de sajnálom, hogy ez most nem ért pontot a mai napon. Mennyire volt furcsa az, hogy talán másfél éve nagyjából te itt még gólt lőttél az MTK-nak? Nem szaladtál volna be a végén lőni egyet? Hát volt bennem is minden esetre adrenalin, főleg ott az utolsó 2-3 perc, amikor szabadrugás hátán volt. Hát most már megszoktam ezt a pozíciót, úgyhogy inkább azt szerettem volna, hogy a csapat szerezzen gólt. 5. gólod volt a szezonban, milyen formában érzed magad? Nem mondom azt, hogy még top formában vagyok. Nem top forma, hanem még azt, hogy nem értem el azt, ami engem jelmez. Lesz még ennél jobb is. Nyáron milyen célokkal ugrottatok bele a felkészülésbe? A cél az első 10-ben volt, tehát az van meghatározva a vezetőség részéről, de szeretnénk az első 10-nek a legjobb pozícióval lenni természetesen, amennyire engedi a helyzet. És te mondtad, hogy hosszú még a szezon, de itt akár a feljutás gondolatával is el lehet játszani? Hát azért annyira nem menjünk előre, természetesen ha elérünk valamit munkával, az ember szívesen fogadja, úgyhogy ez majd még nagyon-nagyon hosszú történetnek a vége. Csináljuk, aztán majd meglátjuk a végén, mi lesz belőle. Ha valaki a szezon előtt mondja, hogy itt az első, a másodikkal fog rangadót vívni az MTK otthonában, akkor azt aláírod azért? Természetesen, de mi azt azért tudjuk, hogy ez nem a meglepetés vagy a véletlen műve, hogy mi ott vagyunk ahol, hanem ez több év kemény munka, amit már Budafokon zajlik, és mi azt pontosan jól tudtuk, hogy ez bennünk van, és mi erre képesek vagyunk. Mennyire szoktam ebben a szerepkörbe, hogy ugye elég sok meccsen te viseled a csapatkapitányi karszalagot, ugye Kanta Józsi helyetteseként? Hát mindenféleképpen ez óriási dolog, hogy egy ilyen nagy múltú klubnak a csapatkapitány lehetek, mert próbálok ennek eleget tenni, a pályán, mint a pályán kívül. De nálam az igazi csapatkapitány, ez Kanta József. Inkább előnynek vagy hátránynak érzed, hogy ugye a rengeteg játékos van, akivel játszottál együtt, ugye kisebb a korkülönbség köztetek, mint mondjuk egy idősebb edzőnél, ezt hogyan érzed? Hát az elején furcsa volt, hiszen pár nap előtte még csapattársak voltunk, utána edző lettem. Az elején nehezebb volt, ugye ráadásul egy olyan lélektani hátrány volt a csapatom, hogy kieső helyen volt a csapat, amikor átvettem, tehát egy nagyon nehéz feladat volt, de a játékosok maximálisan partnerek voltak benne, dolgoztak, és amit szerettünk volna megvalósítani velük, látták, hogy működik, és így egyre jobban elfogadták, illetve kellettek a sikerek hozzá, mert én azt gondolom mindig a sikerek kulcsnak az, hogy elfogadnak vagy nem egy edzőt. Inkább az a bratyizós fajta vagy próbálod tartani a távolságot kicsit? Nem, én mindenkivel megtalálom a megfelelő kommunikációt. Nem szeretek bratyizni, azért persze megvan az alapbeszéd, beszélgetünk, de a pályán nem szeretek bratyizni, ott a kemény munkába hiszek. Mivel azért nemrég ő is játékos volt, ugye, pontosan jól tudja, hogy milyen típusúak vagyunk, ugye a mai fiatalokat, a csapat, tehát ugye pontosan jól tudja, hogy gondolkoznak a játékosok, ő is ebben ez a dolog, ugye ebből a szempontból azon nagyon jól tudja kezelni a helyzeteket, és pontosan jól tudja, hogy hogyan gondolkoznak a játékosok, és mikor mit kell nekik mondani. És személyes célok edzőként, és itt nem csak a Budafokra vagyok kíváncsi, hanem hogy hol képzelnéd el magad akár pályafutásra csúcsán? Hát vannak álmaim, vannak céljaim, ugyanúgy, mint amikor elkezdtem a labdarúgást, labdarúgó, akkor is voltak céljaim, most is vannak céljaim. Egyelőre még nagyon-nagyon az út elején vagyok, szeretnék fejlődni, meg tanulni folyamatosan, mert ez egy olyan szakma, azt gondolom, ahol sose tud mindent az ember, és tényleg szeretnék tényleg majd egyre nagyobb célokért, illetve egyre nagyobb csapatban én is edzősködni, de hát ez majd a jövő zenéje, úgyhogy egyelőre a legfontosabb, hogy dolgozza. Volt Fradi játékosként, azért a Fradi gondolatával néha eljátszol? Hát azt mondanám, hogy nem mondok igazat, ha nem, de ugye ez egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú történet még, úgyhogy egyelőre még foglalkozok a Budafokkal.